hol tart a népszavazási kezdemény a településen? Mi hangzott el a közmeghallgatáson? Mikor lesz kész az arculati kézikönyv, és hány fa ültethető még Nagykovácsiban? Ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol. De mielőtt ezek bármelyikébe belevágnánk, itt a parkolóban a polgármesteri hivatal mellett rögtön látunk a kerítésen egy felhívást, vagy egy figyelmeztető táblát, hogy június 14-től közterületen tilos alkoholt fogyasztani a településen. Mi indokolta azt, hogy ez a nem tudom, helyi rendelet megszületett. Én még nem láttam részeg embert Nagykovácsiban. Polgármester asszony itt van nap, mint nap, valószínűleg mások a tapasztalatai. Igen, valóban ez egy helyi rendelet, egy új helyi rendelet, és azért volt rá szükség, mert több panasz is érkezett. Valójában nem is a részeg emberekkel kapcsolatban, hanem inkább azzal kapcsolatban, hogy amit elfogyasztanak kívül az üzleteken, az utcán, annak utána a hulladékát szanaszét dobják, illetve olyan panasz is érkezett, hogy esetlegesen randalíroznak azok, akik ott úgy együtt csoportosan iszogatnak, és utána szintén az elfogyasztott üvegeket valahova bedobálják a lakóházak udvarára. Szóval kellemetlenségeket okozva a lakosságnak, és megmondom őszintén, nekem meggyőződésem volt, hogy ezt országos rendelet tiltja, és kiderült, hogy nem, tehát a közterületen való alkoholfogyasztást helyi rendeletben kell szabályozni, és mivel szaporodtak a panaszok, és teljesen jogosnak éreztem, hogy ettől védjük meg a lakosságot, illetve hát őrizzük meg a környezetünk tisztaságát, és ha ezzel tudunk segíteni, akkor ez mindenképpen szükséges, és a képviselőtestület is így látta, úgyhogy megalkottuk ezt a rendeletet. Ez azt is jelenti, hogy magyarán, hogyha én itt kirándulok Nagykovácsiba, és kiülök a dombtetőre, bármelyikre itt a környező dombok közül, akkor nem bonthatok ki egy sört, mert büntetés kockázatát. Egyértelműen meghatározza a rendelet, hogy mi számít közterületnek. És természetesen vannak kivételezett napok, ilyenek például a szilveszter, vagy a január 1-e, illetve az önkormányzat által szervezett közterületre, főtérre, vagy bárhova szervezett rendezvények, és ilyennek számítanak. Én azt gondolom, hogy ebbe azért teljesen belefér az, hogy egy kirándulás alkalmával az uzsonnához elfogyaszt valaki egy üveg sört, és ezt utána visszateszi a hátizsákjába, és a legközelebbi szemetesnél dobja ki, akkor nem kell, hogy tartson büntetéstől, nem erről szól a rendelet. Szigorúak a büntetési tételek egyébként? Vagy került már sor bírságolásra? Van erről információ? Egyelőre még nem került sor bírságolásra. Hát mindenképpen egyébként az az elvünk, hogy figyelmeztetéssel kezdünk, és hogyha következetesen visszatérő, illetve hogyha nem tartják be következetesen ugyanazok a személyek az előírt szabályokat, akkor következik a büntetés, de egyébként ez minden rendeletünkkel kapcsolatosan így működik, hogy figyelmeztetéssel kezdünk. Ha jól emlékszem, akkor legalábbis még az átkosnak nevezett rendszerben tilos volt az úgynevezett választásokkor alkoholt fogyasztani. Hogy átkapcsoljam az előző témát erre. Itt egy népszavazási kezdeményezés volt. Most már nem lehet alkoholt se fogyasztani, illetve hát akkor sem. De mi a helyzet egyáltalán ezzel a kezdeményezéssel? Érdekes átvezetés volt. Valóban a lakosságot nagyon foglalkoztató kérdés ez a népszavazási kezdeményezés, amit két nagykovácsi lakos megtámadott, és a Budapest környéki törvényszék pedig nem hitelesítette, tehát elutasította a kérdést, mivel nem találta egyértelműnek a kérdést. Úgyhogy most már másodszor fordult elő, hogy a törvényszék elutasította a kezdeményezést, úgyhogy most úgy néz ki ismét, hogy nem kerül sor népszavazásra. Azért csak, hogy aki nem látta az előző műsort, a polgármester asszony felolvasta konkrétan a népszavazási kérdést, amit benyújtottak. Ez üzletközpont építésével kapcsolatos, vagy magas épület? Igen, pontosan. Arról szól, hogy 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi létesítmény ne épülhessen bizonyos területeken. A honlapunkon egyébként megtalálható konkrétan a kérdés is, illetve elolvasható konkrétan a törvényszéknek az indoklása az elutasításról. Örömteli hír, hogy ismét épülhetnek, vagy javulhatnak az utak Nagykovácsiban, hiszen nyertek egy útpályázaton.
mennyi pénzt nyert az önkormányzat, mely utak felújítására futja ebből a pénzből, és mikor kezdődnek a munkálatok, hogy egy ilyen kérdés csokorba nyújtsam át polgármester asszonynak. Igen, valóban. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton nyertünk csak nem 150 millió forintot, amit az Ófaluban egy rendkívül forgalmas és nagyon elhanyagolt útra szeretnénk költeni. Ez a Rákóczi utca, ami azt jelenti, hogy nem csak az út javítása, illetve az aszfaltozás történik meg, hanem teljes egészében járdaépítés, a közterületek teljes rendezése, vízelvezetés, táblák, nagyon problémás bizonyos szakaszokon az út szűkössége, illetve a járda problémák, ezek mindegyike kijavításra kerül. Nagy munka. Igen, illetve szeretnénk kiegészíteni még a Rákóczi utcára vezető hídon egy gyalogos járdával is, amire úgy gondolom, hogy nagyon régóta várnak a környéken lakók. De emellett egyébként Viszmajor pályázataink is futnak, ugye azok pedig elsősorban a hegyi utcákon történt vízmosások, vagy csapadékvíz folyások miatt keletkező károknak a javítására kerül sor. Több utcára is most már megkezdődtek a munkálatok, illetve a kátyúzások is párhuzamosan folynak. Ez a nagyszabású projekt, ez mikor veheti kezdetét? Most el kell, hogy induljon a közbeszerzés, most éppen a műszaki tartalom összerakása folyik. Engedélyes tervünk van, tehát aránylag jól állunk, hát attól függ, hogy a közbeszerzési eljárás mennyire lesz időigényes. Én azt gondolom, hogy várhatóan 2018 tavaszán fog megtörténni, igen, maga a kivitelezés. Közmeghallgatás viszont nemrégiben volt, és ott is szóba került az arculati kézikönyv, amivel kapcsolatban lakossági fórumok is voltak. Tombol a demokrácia, hogy így összefoglalóan ezt tudjam mondani. Tehát itt meghallgatják a helyiek véleményét. Mikre voltak kíváncsiak a közmeghallgatáson? Elsősorban egy-két témát, hogyha kiemelne polgármester asszony. És ez az arculati kézikönyv, ez hogy áll a lakossági, eddig lakossági fórumok alapján? Igen, a közmeghallgatással kapcsolatosan felajánlottuk a lakosságnak azt a lehetőséget, hogy már előzetesen írásban is érkezhettek kérdések, és csak nem 60 kérdés érkezett be már írásban, úgyhogy látható volt, hogy nagy az érdeklődés. Ezek a kérdéseknek a megválaszolása megtörtént a közmeghallgatáson. Ugye a mindenévi forgatókönyv szerint pedig bemutatásra került a 2017. évi költségvetés, illetve 2016. év zárszámadása, valamint a folyamatban lévő pályázatok, illetve beruházásoknak a bemutatása. És akkor mindezek után helyben is lehetett kérdéseket feltenni. Hát összességében az írásbeli, illetve szóbeli kérdések tényleg mindent érintettek, a hulladékszállítással kapcsolatosan, a 40 kilométeres sebességkorlátozáson át, az utak helyzetéig, a Vörösvár Invest beruházással kapcsolatosan is több kérdés érkezett. Ami nagyon fontos, hogy a honlapunkon fölkerült már a jegyzőkönyv, valamennyi kérdés és válasz, mind az írásbeliek, mind a szóbeliek megtekinthetők, elolvashatók, illetve volt egy kérdező, akinek a kérdéseire későbbi írásbeli választ ígértünk, mert olyan konkrét dátumokra meg összegekre kérdezett rá, és az is megtörtént már, úgyhogy az is megtalálható a honlapon, és ott elolvasható. És akkor említette az arculati kézikönyvet is, amit szintén ugye a lakosság bevonásával közösen igyekszünk elkészíteni. Volt már három közös fórumunk, amivel előkészítettük az arculati kézikönyvet, és akkor július 20-án 17 órakor lesz a TAK záró fóruma, amire szintén várjuk a teljes lakosságot. Itt kerül bemutatásra, hogy hol tart a kézikönyv, mik kerültek bele, és akkor ott még lehet róla beszélgetni, meg lehet vitatni, illetve akik partnerként jelentkeztek, azoknak kiküldésre kerül még megelőzően, a fórumot megelőzően kiküldésre kerülnek az anyagok, illetve a honlapunkra is felkerül, hogy hol tart ez az arculati kézikönyv. Mi a végső határideje a kézikönyv elkészültének? Jelenleg most október 1-e. Én egyébként
gyanítom, hogy valószínűleg ez a határidő azért változni fog, ugyanis nagyon sok település eléggé elmaradt itt a feladatok tekintetében, ugyanis nem csak az arculati kézikönyvet kell elkészíteni, hanem vele párhuzamosan településképi rendeletet is kell alkotni, és akkor ezek mindegyikének kell október 1-ig elkészülni. Én úgy gondolom, hogy nekünk ez megoldható, mi el fogunk tudni készülni ezzel határidőre. Úgy tudom, hogy sokakat érdekel az, hogy mi lett annak az elhíresült adócsalási ügynek a vége, ha egyáltalán lezárult, ami sokakat foglalkoztat itt a településen. Nem tudom, hogy ezen a lakossági fórum vagy közmeghallgatáson például ez szóba került-e. Igen, fölmerült kérdésként a lakossági fórumon is, azonban akkor még nem érkezett meg hozzánk írásban a törvényszéki döntés, illetve a bírósági döntés, azóta megérkezett. Hát valóban izgatja a lakosságot, hiszen 5 éve folyik a per, ugyanis ez még 2012 ezen előtti, igen, igen, akkor 2012 előtti elkövetés az, ami miatt az adócsalással kapcsolatos per elindult, és bebizonyosodott a per során, hogy két adóügyi előadó valóban adócsalást követett el, és több mint 60 millió forintos sikkasztás írható a rovásukra. Egyikük több mint 15 millió forintot vissza is fizetett, a másik ellen pedig most fog elindulni a végrehajtás, ugyanis a bíróság megítélte az önkormányzatnak 46 millió forint körüli összeget. Remélem, hogy sikerül majd behajtani. Igen. Javaslom, hogy térjünk el egy picit a könnyedebb vizekre, hogyha lehet ezt mondani, ez egy képzavar volt, de könnyedebb témákkal folytassuk. Ilyen volt talán a Varázskastély Fesztivál, ami minden évben egy kiemelt kulturális esemény Nagykovácsiban, hanem a legnagyobb szabású. Hogy sikerült az idei rendezvény? Igen, valóban a résztvevők számára ez egy könnyedebb műfaj volt, azért meg kell mondani, hogy szervezők számára annyira nem, de óriási sikere volt. Nagyon-nagyon elégedett visszajelzéseket kapunk nagy örömünkre, mind a helyiektől, mind pedig a környékből érkezőktől. Nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzés, csak nem 6000 látogatója volt két nap alatt a fesztiválnak, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy közösségépítő találkozási lehetőség, hiszen itt nem láttunk más, csak mosolygó arcokat, kedvesen beszélgető embereket, elégedettnek tűnő embereket. Én azt gondolom, hogy szüksége van az embereknek az ilyen találkozókra, és az ilyen kötetlen beszélgetésekre, kötetlen alkalmakra. Volt itt főzőversenytől kezdve, kulturális koncerteken keresztül bemutatkozhattak gyerekek, felnőttek, a tudásokat felvihették a színpadra, ezzel is szórakoztathatták a lakosságot. És hát nagyon-nagyon sok és változatos program volt. Volt egy nagyon kedves nagykovácsi apuka, aki később mondta azt, hogy náluk az időszámítás a Varázskastély óta mindig ahhoz kapcsolódik, mi volt Varázskastély előtt, Varázskastély után, és mikor lesz a legközelebbi, a gyerekeknek így ez a központi téma. És én azt gondolom, hogy sikerült elérni a célját ezzel a fesztivállal. Itt van ön előtt egy tízes oklevél. Feltételezem, hogy a nagykovácsiak sikerét hivatott mutatni. Igen, így van, nagyon büszkék vagyunk a csicsergőkre, akik harmadik C-osztályos tanulók, és idén először indultak el itt Nagykovácsiban a Pest megyei Dunán innen Tiszántúl tehetségkutató döntőjén, majd bejutottak az országos, illetve hát Kárpát-medencei döntőbe, ahol nagyon nagy örömünkre és büszkeségünkre aranyminősítéssel végeztek, úgyhogy ezúton is szeretnék neki gratulálni, mert nagyon büszkék vagyunk rájunk, és biztatjuk őket, hogy folytassák, hiszen tényleg gyönyörűséges az előadásuk. Azóta többször már bemutatták itt különféle rendezvényeinken, hogy mit is tudnak, és gyönyörű az a dalcsokor, és olyan határozottsággal és magabiztossággal adják elő, hogy élvezet őket hallgatni. A hagyományőrzés, a kulturális képzés, az amúgy is nagyon erősít. Hát voltunk előző hónapban Részpatkó gálán, alapfokú művészeti iskola bemutató estjén, úgyhogy
Nem véletlen talán, hogy itt sok a tehetséges gyerek, Nagy Kovácsiban. Igen, és most jut eszembe, hogy nem beszéltünk róla, hogy indult egy új kezdeményezés, a Nagykovácsi Lénum Alapítvány Szomolányi Attila kezdeményezésére idén először Szent Iván napot is tartott Nagykovácsi. A főtéren egy ilyen spontán piknikszerű rendezvény tulajdonképpen, és akkor itt a különféle helyi előadók felléptek, előadhatták, mit tudhatnak, és akkor mindenki, a családok pedig hozták, piknik kosárkában hozták a hozzávalókat a jó hangulathoz, és ahhoz képest, hogy első alkalom volt, nagyon jól sikerült, és sokan voltunk, és ismét egy tényleg egy olyan lehetőség, amikor a gyönyörű főterünket kihasználhatjuk, és ott együtt lehettünk, és építhetjük a közösséget. Egy újabb hagyomány van születőben, múzeumok Nagykovácsi éjszakája akár. Nagy hagyománya van a virágültetésnek, a közterek, közterületek, de akár a magáháza kertjének a csinosításának. Most az a mafaültetés zajlott. Tréfásan kérdeztem az elején, hogy hány fa ültethető még Nagykovácsiban. Mi volt ez az akció, ha akciónak lehet nevezni, és hány fáról van szó? Igen, ez most egy különleges lehetőség volt, mert 46 fa került elültetésre, mind a fő utca mentén, ahol kipusztult, tönkrement fák helyére ültethettünk újakat, illetve történt faültetés a temetőben és sokfelé a településen. Ez részben még a csatorna beruházással kapcsolatos faültetés, ugyanis akkor voltak olyan fák, amiket ki kellett vágni emiatt, és annak többszörösét kell visszaültetnie ugye a cégnek, és ezek a faültetések megtörténtek. Hát én nagyon bízom benne, hogy ma már ezek a fák, mert elég szép nagy fák, hogy ezek bírják ezt a hőséget. Sajnos szerintem kicsit későn lett ültetve, de nagyon alaposan locsolja a natű a fákat, és igyekszik minden tekintetben gondozni, hogy ez biztosan megmaradjon. Én bízom benne, hogy mindegyik fa életre kell, ha most nyáron nem is, de őszre. Ha már a hőséget említette, zárásként engedjen meg, hogy minden kollégájától megkérdezem, hogy július elején, nyár közepe táján most hátra lehet dőlni, jön a jól megérdemelt pihenés, vagy azért egy településvezetőnek ilyenkor is rajta kell tartani a mutató ujját a történések ütőerén, hogy ilyen szép költői módon fejezzem ki magam, tehát jut egy időpihenésre, feltöltődésre. Igen, hát valóban ez a május-június nagyon sűrű volt, tehát mind a hétvégék, mind a rendkívüli testületi ülések, tehát annyi feladat merült föl, hogy szinte nem is volt az embernek ideje észrevenni, hogy itt a nyár, de ezért most már július van, bízom benne, hogy egy picit fellélegezhetek én is, illetve hát a vezetőség. Készülünk családi körben nyaralni, illetve hát ami a legnagyobb dolog, amire idén készülünk, hogy a nagylányunk férjhez megy az idén. Tehát nekünk a nyár fő projektje ez, de ez egy örömteli dolog, és én bízom abban, hogy mind nagykovácsi lakossága, mind pedig a dolgozóknak lesz lehetősége feltöltődni, kipihenni magát, hogy mindenki újult erővel ősszel újra belevághasson a feladatok közepébe, és szép eredményekkel végezhesse azokat.